nagy kapkodás után végül nem tudja kihozni az Újpest. Újabb lövőhelyzet, Bori ballal nem akarta, jobb az igen, éppen hogy mellé. Méghozzá azért megy mellé, mert Balajca Újhegyel hozzáér még a labdához. Bori szöglete, az veszélyes, ott sikerült ezt kihagyni. Montvai fejese után Simon dobta magát, de nem tudja mattolni egykori csapatát. Simek szöglete a hosszú oldalra, sikerül visszafejelni, jön a kapus, üres kapu, Takács, a vonalról fejelték ki. És nem más, mint Simon. Mind a két vonalnál volt tehát tennivalója, az ellenfél kapujánál hibázott, a sajátjánál viszont jóvá tette ezt. Vörös, lövésre bíztatják. Elakadt a lábakban, aztán ő számolja ki jobban, hogy hova perdül a labda. Nem volt lesz, Csukics. Csukics nem tud lőni, majd talán most, még mindig nem. Csukics! Éppen hogy mellé! Ez jó lehetőség, középen a labda, Balajca mit védett? Simon másodszor mattolhatta volna korábbi kapusát, de még vörös beadása jön. És még mindig nem sikerül felszabadítani. Bagi! Bagi! Oldalálló! És ez is Balajca kezéről. Egy személyben tartja egyelőre meccsben az Újpestet. Itt volt az első helyzet. A másodikra épp, hogy lesz időnk, mert már jön a szöglet. Középen a labda megcsúszik! Gól! Ezt már nem lehetett kivédekezni. Montvai a hetedik gólja a szezonban. Vezet a Kecskemét teljességgel megérdemelten, és Balajca nem tudta tovább őrizni a várat. Lambulics megcsúsztatja a labdát, Montvai pedig két ember közül lebólintja a jobb alsóba. Ez remek indítás volt, egyből csak is nagy meglátása, Bori, és megint Dudicsra viheti rá. Remek a kiszolgálás, vörös. Kurcsán pattan a labda, értemegy, 11-es a Kecskemétnek. Dudics legszívesebben szétszedné Vöröst, mondván Vörös földobta magát. Vörös értemen még a labdának, talán ő vette észre, hogy milyen furcsán pattan, és így ez nem fog kimenni. Nem, nem ér hozzá, elhúzta a lábát Dudics, én úgy látom. Simon büntetője. Mit megcsinál Balajcával? 2-0 Kecskemétnek. Simon nagyon akart gólt rúgni egykori csapat ellen, és megteszi, méghozzá már-már megalázó módon, ahogy berúgja a büntetőt. Most nagy terület van Dudics előtt, ezt nyugodtan bejátszhatja, Vörös lesz az első, akivel találkozik. Végül Miller. Miller lő, gól! Talán mellé nyúlt egy kis Lazareanu, éppen az orra előtt pattant le a labda. Azt hiszem, hogy egy kicsit ő is benne lehet, de majd innen látjuk igazán. Tökéletesen a kapu felé a lövés. Bori, Licingi nyújtja a lépteit középen, mellette Vörös kéri. Licingi nem volt lesen, Licingi elviszi a kapus mellett, Licingi, és túlhalad. Mindenen mindenkin elfogyott a pálya alóla. Csukics fejeli ki. Müller megy a labdáért, egy kicsit odatartott Licinginek, aki így is el tudja hozni a labdát. Barci egy óriási sprinttel próbálja lelassítani Dudu, de jó, ez Vörösnek is eldőlhet a mérkőzés. Vörös! Marad a 2-1. Az jó lövésre, Takács a baljára veszi, és leveszi kabát! Kimarad! Szöglet! És ott egy figyelmeztetés reklamált, és piros lapot kap Takács. Ha nem lenne elég gondja a védekező játékosok eltiltása miatt az Újpestnek, akkor itt van most egy újabb csapás, mert a reklamáló Takácsot kiállítja Fábián Mihály. 20 perc jó játék után hatalmas hibákat követtünk el, amivel felhoztuk a Kecskemétet. Nyilván nem vagyok elégedett a védekezésünkkel. A második félidőben a büntető után még bíztunk az egyenlítésben, de én azt gondolom, hogy a játékosaimnak ennél sokkal jobban kell játszaniuk,
És abban is biztos vagyok, hogy ennél sokkal jobban is tudunk játszani, hogyha jobban koncentrálunk, és sokkal fegyelmezettebben játszunk. Úgy érzem, hogy jobban játszhattunk az Újpestnél, számos lehetőségünk volt gólszerzésre, hát magunknak tettük izgalmasság végére. Miért történt ez? Hát a helyzet kihasználás, tehát helyenként jól fociztunk, több akciót vezettünk, úgy érzem, hogy megérdemelten nyert.